ez érkezett a Bakonyban a nullaponti lőtéren és környékén folyó Brave Warrior 2020 nemzetközi gyakorlat. A kiképzési rendezvény első hetében összesen 1500 katona részvételével hajtották végre feladataikat a különböző fegyvernemek. A mai nap a Brave Warrior 2020 gyakorlat keretében a harckocsi zászlóalj tűzkéréseit teljesítjük, az ő manőverharcukat támogatjuk. Ez most egyben jó alkalom arra is, hogy a frissen végzett altisztjeinket, az acélkocka rendszerből kikerült altisztjeinket első éleslövészetükön levizsgáztassuk, felkészítsük, illetve hála az égnek most sok az újoncunk is, ők kiszagolhatnak egy kis puskaport. Továbbá ez az első éleslövészete a nemrég beszerzett felderítő eszközeinknek, lézertávmérőinknek is, amennyire tudom, kiválóan teljesítenek. A nemzetközi gyakorlat jó alkalom az együttműködésre, mind a különböző nemzetek, mind pedig a fegyvernemek között. Szükség esetén a lövészek, a harckocsizók, a tüzérek, a légvédelmi rakétások, a felderítők, valamint a műszakiak is támogatják egymás munkáját. A gyakorlat során végrehajtottunk egy század összekovácsolás feladatot, majd pedig most egy komplex ellenőrző foglalkozás egy lőgyakorlattal egybekötve. Nagyon nagy bizalmat igényelt a beosztott állománytól. Itt a gyakorlat során az egész századunk meg a zászlói összekovácsolódik. A Klapka György lövészdandár T-72-es harckocsikkal végrehajtott gyakorlata után a nemzetközi században az alakulatok saját harcjárműveikkel és fegyvereikkel teljesítették a közös lőgyakorlatot. A feladatban a magyar és a román katonák BTR-ekkel, a szlovákok pedig BMP típusú gyalogsági harcjárművel vettek részt. Az együttműködés kiváló, tehát én nagyon büszke vagyok, hogy ilyen emberekkel szolgálhatok együtt egy században, tehát mind a szlovák, mind a román részről. Nagyon pozitív a hozzáállás az egész gyakorlathoz. A Brave Warrior gyakorlat következő hetében a magyar lövészzászlóaljba integrálódnak a különböző fegyvernemek, majd ezt követően éres lövészettel egybekötött, zászlóaljszintű komplex harcászati gyakorlaton vesznek részt. Ebben a mozzanatban már az amerikai zászlóalj is együtt dolgozik majd a magyarokkal.